Pósámi András katapszichológus a vendégünk, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ugye ön a Szentágot a Gyermekvédelmi Szolgálat képviseletében érkezett, és a nevelőszülői hivatásról, illetve ennek a rendszeréről fogunk beszélgetni. Arra kérem, hogy egy kicsit ugye beszélgetés elején mutassuk be magának a szolgálatnak a tevékenységét. Hogy néz ki, hogyan működik? A Szentágot a Gyermekvédelmi Szolgáltató egy egyházi fenntartású, de állami feladatokat ellátó intézmény. Gyermekvédelmi szakellátást működtet. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy gyermekotthonokat, lakásotthonokat, illetve nevelőszülői hálózatot működtetünk. Csongrád megyében, Bács-Kiskun megyében, és jelenleg építjük a nevelőszülői hálózatunkat Budapesten, a fővárosban is. Ugye rögtön akkor a következő logikus kérdés az, hogy mit jelent az, hogy nevelőszülő valaki? A nevelőszülő átmeneti gondoskodást nyújt az olyan gyerekek számára, akik a saját vérszerinti családjukban valamilyen ok miatt nem élhetnek, akiket kiemelnek a vérszerinti családjukból, valamilyen veszélyeztetés, elhanyagolás, vagy akár olyan krízis helyzet miatt, amikor a család, a vérszerinti család nem tudja ellátni a saját gyermekét. És ilyenkor a gyermek ebbe az úgynevezett gyermekvédelmi szakellátásba kerül. A szakemberek döntése alapján elsősorban, és most a jogszabály is ezt támogatja, a legcsaládpótlóbb ellátást kell biztosítani számára, ez pedig nem jelent más, mint a nevelőszülőket. A nevelőszülők olyan értelemben nyújtanak átmeneti gondoskodást, hogy a gyermek nem szakad el a vérszerinti családjától. Sőt, mi több, a nevelőszülőnek segítenie kell a gyermek és a vérszerinti család közötti kapcsolattartást, és amennyiben a szakemberek úgy döntenek, hogy a vérszerinti család rendezte azokat az okokat, ami miatt a gyermek kikerült a családból, akkor ezt az úgynevezett hazagondozás folyamatát is támogatnia kell. Milyen korosztályú gyerekeket érint ez? Tulajdonképpen 0-tól 18 éves korig, tehát bármilyen életkorú gyermek, illetve családja és a gyermek maga kerülhet olyan helyzetbe, hogy kiemelik a megszokott környezetéből, illetve kiemelik a családjából. A jogszabály most úgy rendelkezik, illetve ez január 1-től fog életbe lépni, hogy 12 év alatti gyermek intézményes ellátásba, azaz gyermek és lakásotthonba főszabályként ne kerüljön, hanem egyből nevelőszülői családba kerüljön, nevelőszülőkhöz, vagy nevelőszülőknél élhessem. Ugyanakkor ez persze nem jelenti azt, hogy mondjuk egy 14 vagy 15 éves gyermek ne kerülhetne ugyanúgy nevelőszülőkhöz. Csak inkább ez egy, mint szakmailag, mind emberileg egy indokolt életkori határ, ez a 12 év, hogy ott tényleg intézményben lehetőleg egyetlen napot se töltsön a gyermek. Hogy kerülnek be a gyerekek ebbe a rendszerbe? Tehát önök hogy kerülnek kapcsolatba velük? Valamilyen hatóságintézkedés vagy gyámhivatal az, aki döntést hoz arról, hogy a gyermek a családjában nem maradhat. Ezt általában megelőzi hosszasan az úgynevezett gyermekvédelmi alapellátás és annak a szolgáltatásai, például gyermekjóléti szolgálat igyekszik, vagy családsegítő igyekszik segíteni a bajba jutott családokon, tanácsokat adni nekik, hogyha a helyzet olyanná válik, hogy a gyermeket tényleg nem képesek tovább nevelni, akkor a gyámhivatal, vagy valamely hatóság, vagy például súlyos elhanyagolás, vagy magárahagyás esetén akár a rendőrség is dönthet úgy, hogy a gyermeket kiemeli a családból. Ilyenkor az a hatóság, aki ezt elrendeli, hogy a gyermeket kiemeljék, akkor megkeresik az adott területen működtető nevelőszülői hálózatnak a vezetőjét, és elmondják azt, hogy milyen életkorú, milyen gyerkőcről van szó, és hogy keressünk számára megfelelő nevelő családot. Maguk a gyerekek mennyire szólhatnak bele abba, hogy szeretnének-e nevelőszülőkhez kerülni, vagy inkább állami gondoskodásban maradni? Nekik van-e ebben döntési lehetőségük? Ugye a nevelőszülők is tulajdonképpen az állami gondoskodásnak a részei. Itt az a kérdés lehet, hogy intézménybe, tehát gyerekotthonba, lakásotthonba vagy nevelőcsaládba kerüljenek. A gyerekek, úgymond idősebb gyerekeknél meg vannak szakmai főszabályok, ami alapján a szakemberek döntést hoznak arról, hogy mi lenne a gyermek számára a legmegfelelőbb. Ebben nyilván a gyermek életkora, előtörténete, azok a hatások, amik érték, azok a pszichés személyiségbeli sajátosságok, amikkel ő rendelkezik, ez tulajdonképpen
eldönti, vagy egy picit mondjam, előrevetíti azt, hogy ő neki hová lenne könnyebb beilleszkedni, egy másik családba, nevelőcsaládba, vagy pedig egy intézményes keretbe, mondjuk egy lakásotthonba. Laikusként azt feltételezem, hogy azért mindenképpen jobb mindenkinek, hogy a családban él. Jól sejtem ezt? Így van, így van. Szerencsére ez nem csak a szakma támogatja maximálisan, hanem most már az előbb említett jogszabály is ezt teszi elérhetővé, hogy mindenképpen ez történjen, hogy a legcsaládpótlóbb ellátást biztosítsuk a gyerkőcöknek, akik bekerülnek a rendszerbe. Ki lehet nevelőszülő? Ha a jogszabályt idézem, az elég liberális. Tulajdonképpen 24. életévét betöltött magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű személy nevelőszülővé válhat, de ezen felül természetesen vannak egyéb kritériumok is. Az egyik ilyen fontos, hogy nyilvánvalóan megfelelő, a gyermek ellátására, a gyermek nevelésére megfelelő körülményeket tudjon biztosítani. Ez például jelenteti azt, hogy ez megvalósítható akár egy albérletben is, csak az egy stabil lakhatási körülmény legyen. Illetve ami talán még ennél is fontosabb, hogy érett, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott légkör tudjon teremteni a gyermeknek, ehhez nyilván az is kell, hogy ő maga is egy ilyen személyiség legyen. Mindenképpen házasnak kell lennie, vagy egyedülálló hölgy vagy férfi is vállalkozhat ilyesmire? Egyedülálló is vállalkozhat. Hogyan tud jelentkezni valaki nevelőszülőnek, hol és hogyan? És ugye említette, hogy azért vannak feltételek, ebből arra következtetek, hogy esetleg van valamiféle vizsgahelyzet vagy teszt, és amiben kiderül az, hogy ő valóban alkalmas erre a feladatra? Igen, mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy mindig fontos eldönteni azt, hogy javasoljuk-e a nevelőszülői hivatásvállalást, vagy sem. Talán így az alkalmasság szót erre cserélném fel, hogy javasolt-e az ő esetében, a jelentkező esetében a nevelőszülői hivatásvállalást, mivel ez nem egy könnyű feladat, nem egy könnyű tevékenység. Valóban van először egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük a nevelőszülőt, ezt követi pszichológiai vizsgálat, környezettanulmány, ugye az előbb említett lakáskörülményeknek az átbeszélésére, illetve a gyermek elhelyezésének a lehetőségét meg kell beszélni a leendő nevelőszülővel, és ezután jön egy felkészítés, egy 60 órás úgynevezett fix képzés, ami ugyan a tanfolyam nevet viseli, de alapvetően az a célja, hogy egyrészt eldönti az a jelentkező, hogy ténylegesen tudná vállalni ezt a hivatást, illetve a másik része pedig az, ami felkészíti őt arra, hogy milyen jogi, egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai ismérvei vannak ennek a hivatásvállalásnak, ennek a társadalmi hivatásvállalásnak. Amit azért el kell mondjam, mert ez is fontos, itt ugye hivatásvállalást emlegetünk, de ez nem minősül jelenlegi jogszabályok szerint munkaviszonynak. Értem. Tehát ez nem. Amit még itt fontos elmondani, hogy a jelentkezés lehetősége. A Szent Ágota a Gyermekvédelmi Szolgáltató most kifejezetten a fővárosban és keres leendő nevelőszülőket, elhivatott jelentkezőket. Ezt megtetik a budapestnevelőszülő@gmail.com e-mail címen a jelentkezést. Itt innen a kerületből is úgy lehet jelentkezni, tehát 18. kerületből is, hogy megkeressük ezt az e-mail címet. És így van, így van. Mint ahogy ezt már a tapasztalatok is mutatják, hogy több szóróanyag, hirdetés, tehát többféle média felületen már igyekeztünk megjelenni, és ezt a lehetőséget közelebb hozni a fővárosiakhoz, és már a 18. kerületből is vannak jelentkezőink, olyanok is vannak, akik már ezt a bizonyos felkészítő tanfolyamot végzik. Mi a tapasztalat, hogy inkább családok szeretnének nevelőszülőként még egy vagy több gyereket a saját gyerekeik mellé, vagy gyerek nélküli családok, vagy kik azok, akik a leginkább érdeklődnek ez iránt, a hivatás iránt? Szerencsére nagyon vegyes a kép. Hogyha egy arányokba gondolkozunk most így ennek a programnak a kapcsán, akkor azt mondom, hogy például a házas párok élettársak, illetve az egyedülállók arány olyan 2/3, 1/3. És olyan fele-fele arányban vannak azok, akik jelenleg most nem nevelnek gyermeket, vagy azért, mert már felnőttek a gyermekeik, kirepültek, és azt mondják, van még szeretet a szívükben, és van még hely a szívükben, és ezt szeretnék átadni még gyerkőcöknek, de ténylegesen most nincs gyerkőc a közelükben, illetve gyermektelen házaspárok.
És a másik fele pedig az a jelentkezőknek, akik most tapasztalják meg a gyermeknevelés szépségeit, és ők is azt mondják, hogy ebből még szeretnének adni, és még szeretnének segíteni más gyermekeknek is. Ebben van egyébként egy jogszabályban meghatározott létszám, vagy gyermek számkorlát, mert egy nevelőszülő jelenleg 4 gyermeket nevelhet a saját 18 év alatti gyermekével együtt. Megelőzte a kérdésem, mert megkérdeztem volna, hogy mennyire gyakori az, hogy valaki esetleg nem egy gyerekről gondoskodik nevelőszülőként, hanem többről. Szerencsére elég sok. Tehát ezt nyilván eldöntik a lakás körülmények is, mert erre vonatkozóan is van egy kritérium, tehát például, hogy felnőttel egy szobában nem lehet a gyermeket elhelyezni, számára külön szobát kell biztosítani, de például a hasonló korú és nemű saját gyermekkel egy szobában elhelyezhető, de gyermekenként 6 négyzetméternyi az a hely, amit biztosítani kell a gyermeknek. Még egy fontos kérdés, ugye ezt említette, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy mi volt a szakszó, az a visszanevelés? Hazagondozás. Vagy hazagondozás, igen. Bocsánat, igen. Uh-huh. Tehát, hogy talán, hogy újra visszataláljanak a saját családjukhoz a gyerekek. De azért felmerül az a kérdés, hogyha mondjuk egy nagyon mély, több éves kapcsolat alakul ki nevelőszülés és egy gyermek között, akkor mennyire gyakori az, hogy akár örökbefogadó szülőkké válnak a nevelőszülők? Van erre precedens? Van erre, de ennek nyilván azért elég sok feltétele van, mert hogy az örökbefogadás és a nevelőszülőség az két teljesen különböző folyamat és két teljesen különböző fogalom, érzelmileg teljesen másképp kell hozzáállni. Ugye az örökbefogadást azt a saját gyermek utáni vágy kell, hogy vezérelje, kell, hogy motiválja, míg a nevelőszülőségnél inkább a támogatás, a segítés, hiszen ott folyamatosan a nevelőszülőnek a tudatában kell tartani, hogy nem a saját gyermekéről gondoskodik most, hanem valaki másnak a gyermekén segít, illetve a gyermeket támogatja. De életszerű az, amit mond, mert hogy előfordul olyan, hogy a nevelőszülőnél évek óta nevelkedik a gyermek, van folyamatos kapcsolattartás a gyermek és a szülő között, és mondjuk 7-8-9-10 év múlva valamilyen ok miatt ez a kapcsolattartás megszűnik. Hogyha a vérszerinti szülő önhibájából fakadóan nem tart kapcsolatot a gyermekével, a bizonyos ideig, akkor a gyermek örökbefogadhatóvá válik. Na most egy 8-9-10 éve nevelő családban, egy adott nevelő családban nevelkedő gyerek esetében előfordul az, hogy azt mondják, az örökbefogadást bonyolító tanácsadók, illetve az örökbefogadási pszichológus, hogy igen, ennek a gyermeknek itt van a legjobb helye. Pluszban azért valljuk be 8-9-10 éves gyermeket egy teljesen új család ritkán fogad örökbe, és akkor megkérdezik a nevelőszülőt, hogy örökbe fogadná. Igen, de azért nem szeretnék senkit tévhitbe ringatni, tehát, hogy volt olyan jelentkezőnk, aki azt mondta, hogy olyan gyermeket szeretne, akit majd ő örökbe fogadhatna. Most ez a nevelőszülőség lényegéből fakadóan, ezt nem lehet garantálni, illetve nem is szabad, hogy ezzel a motivációval jöjjön valaki, mert nem tudhatjuk, hogy a gyermek sorsa hogy alakul. Még egyszer összefoglalva, ugye, tehát Budapestről keresnek most nevelőszülőket, akik elhivatottságot éreznek ezzel kapcsolatban, folyamatosan lehet jelentkezni, és akkor megtenni, hogy megismétli az e-mail címet, mert nem árt ismételni. Így van, a Budapest nevelőszülő kukac@gmail.com e-mail címre várjuk a jelentkezéseket. Ez a folyamatosság, ez valóban így van, ezt még fontosnak tartom, jó is, hogy említette, viszont azt szeretném még hozzátenni, hogy ez a bizonyos felkészítés, ez a tanfolyam, ami egyébként önköltséges lenne, még egy ideig tudjuk ingyenesen biztosítani a jelentkezők számára. Egy pályázati lehetőséget nyertünk el, itt a fővárosban 10 tanfolyamot indíthatunk ingyenesen, jelenleg már a 6. tanfolyam indul, tehát szerencsére nagy az érdeklődés, de még néhány jelentkező erejéig ingyenesen tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget, ezt a felkészítést. Hát remélem, hogy minél több elhivatott ember fog ezután is jelentkezni. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük szépen a lehetőséget.